hogyan tudjuk fejleszteni a hallásból szövegértésünket önállóan? Igen, ez is egy nehéz kérdés, ugyanis a hallott szövegértés az általában azért a beszéddel társul. Tehát amikor folytatsz egy beszélgetést valakivel, akkor kulcsfontosságú, hogy megértsd azt, hogy ő mit mond. Na most az otthon magányában azért ez nagyon nehéz reprodukálni, viszont van egy módszer, ami biztosan hatékonyan fejleszti az érzékedet arra, hogy mindent megértse, amit a másik mond, vagy jobban megértsd akár a nyelvtant, akár az ilyen úgymond elharapott részeket, mert ugye a beszédben sokszor az anyanyelviek elharapnak dolgokat, és ez a módszer a jó öreg tolvamondás módszere, vagyis ezen alapul. A lényeg az, hogy amikor hallgatsz egy szöveget, akkor próbáld meg leírni a hallottakat. Ugyanúgy, mint ahogy az iskolában, amikor a tanár felolvasta neked annál a szöveget, te megpróbáltad leírni, és ugye a végén nézte a helyes írást, és erre kaptad a pontot, illetve hogy mennyire sikerült ezeket a szabályokat betartani, ugyanúgy alkalmazhatod az angol nyelvre is. Mi gondolsz, ez miért lehet? Ennek az is előnye, hogy főleg, hogyha ha közben meg tudod állítani a szöveget, hogy bármikor visszahallgathatod, bármikor visszamehetsz, és azt mondhatod, hogy hú, ez nem is így volt, akkor átírom. Ez még azért előnyös, hogyha olyan hanganyagot választasz, aminek utána megvan a szöveg átirata, hogy meg tudod nézni, utána ellenőrizheted magad, hogy helyesen is írtad-e. Én azt javaslom, hogy először érdemes rövidebb szövegekkel kezdeni. Abszolút. Abszolút. Egy ilyen félperces, egyperces kis szövegecskék, azokkal nagyon jól el lehet kezdeni. Ezek lehetnek akár olyan YouTube videók, amihez mondjuk van felirat. Tehát ha először megnézed felirat nélkül, vagy meghallgatod, leírod a szöveget, és utána bekapcsolod a feliratot. Megnézed, hogy mennyit sikerült ebből eltalálni, és akkor utána lehet a hosszabbak, vagy nehezebbek felé is elmenni. Elsősorban mindenképpen fontos, hogy egy olyan időintervallum legyen az anyag, amire még tudsz koncentrálni, és amit még úgy gondolod, hogy helyesen le tudsz írni, vagy amit még meg tudsz érteni. Emellett még érdemes először olyan szövegeket vagy hanganyagot választani, olyan témában, amelyben otthon vagy magyarul, hogy kicsit több sikerélmény legyen először, tehát nem egy teljesen idegen szövegkörnyezetben érdemes hallgatni először, hanem abban vagy a szakmádhoz kapcsolódó, vagy a hobbithoz kapcsolódó, vagy hogyha alacsonyabb szinten vagy, akkor akár mesét is hallgatni érdemes, hogy először egy rutin szerezzel benne, és utána lehet egy kicsit bonyolultabbak felé haladni. Így van, így van. És ha már a bonyolultabbaknál tartunk, nekem van egy kedvenc forrásom erre. Ezt olyan intermediate szintől felfele ajánlanám. Ez a BBC 6 Minute English nevű programja. Ha beírjátok a Google-ba, megtaláljátok, de egyébként a bbc.com-on belül egy ilyen bővítmény. Az a lényeg, hogy 6 perces kis rádióadásokat tudtok meghallgatni, és mindegyikhez van egy transcript, tehát ilyen szövegátirat, ami alapján tudjátok ellenőrizni azt, hogy mennyit sikerült eltaláltok. Természetesen nem kell a 6 percet végig hallgatni és végig lekörmölni, hanem szépen kis etapokban lehet haladni, csak ez azért jó, mert a szövegek érdekesek, viszonylag úgymond egyszerűek, és van hozzá átirat, amivel tudjátok ellenőrizni magatokat. Ha tetszett ez a videó, akkor gyere és nézd meg a lejátszási listánkon található hasonló videókat. Nézd végig ezt a módszertani lejátszási listát, hogy hogyan fejlesz az angol tudásodat, vagy csatlakozz a Don't Panic Labhez, ami a vadonatúj programja a Don't Panic Angolnak, és amivel felturbózod az angol tanulásod. Egyszerűen olyan módszereket kapsz, amit be tudsz építeni a mindennapi angolozásodban, olyan témákat boncolgatunk mi, hogyan tanulj szavakat, és ezekre hogyan emlékez, akár még évek múlva is. Vagy például érdemes a szótárazni, vagy például hogyan tanulj angolul filmekkel, vagy hogyan olvas könyveket, hogy azok az angol tudásodat fejleszik. Szóval, gyere nézd be a Don't Panic Labbe, hogy mi is ez az egész, vagy nézd végig a videókat ebben a lejátszási listában. See ya!